Önök a Polip Televízió híradóját látják, a műsorvezető Kertész Tibor. Híradunk elején azokat a nézőnket is köszöntöm, akik csak most csatlakoztak hozzánk, hogy miről szólnak a mai hírek, lássuk egyelőre röviden. Újabb támogatást vont meg az állam a Caritástól. 1000 medve van 3 széken. Új plébánosa van Berecknek. Cseh Tamásra emlékeztek a Vigadóban. 24. alkalommal hirdeti meg táborát a Rákóczi Alapítvány. A Munkaügyi Minisztérium felfüggesztette februárra a gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozási programjának támogatását. Az intézkedés nyomán több mint 1000 személy ellátása kerül veszélybe a régióban. A Caritas betegápolási tevékenysége az otthonhoz, ágyhoz kötött betegek, illetve a valamilyen okból kifolyólag szakorvosi ellátásban hiányt szenvedők számára nyújt megoldást. A munkatársak nap mint nap felkeresik a rászorulókat, és helyzettől függően egészségügyi, háztartási vagy szociális jellegű szolgáltatásokat nyújtanak nekük. Erre is kértek többek között az elmúlt év végén állami támogatást, amit meg is kaptak, és úgy állították össze a költségvetést Kovászna megyében, hogy mintegy 700 rászorulót el tudjanak látni otthonaikban. Először megkaptuk, utána pedig egy hónapra ráértesítettek bennünket, hogy az otthoni beteggondozó szolgálatunk támogatását megvonják. Egyelőre úgy tudjuk, hogy csak februárra, hónapra érvényes ez a megvonás, de vannak kételjeink azzal kapcsolatosan, hogy ez valóban csak így lesz, megtörténhet, hogy az egész évet érinteni fogja. Elég nagy gondot jelent, már csak azért is, mert évelején ugye mi is terveztünk egy bizonyos költségvetéssel, akkor ez most kiesik belőle, tehát akkor nagyon nehéz most így utolsó percen hirtelen finanszírozást találni, hogy akkor hogyan visszük tovább, mert ugye azt meg lehet csinálni, hogy egyik hónapra másikra elvágnak támogatást, viszont mi nem tudjuk azt megcsinálni, hogy egyik napra másikra, akkor nem gondozzuk az időseket. Az otthoni beteggondozás támogatásában az állami finanszírozás mellett a helyi önkormányzatok is segítenek, illetve az összeg egy részét maguk az érintettek állják. Az állami finanszírozás kiesése azonban nagy hiányosságokat fog eredményezni a program folytatásában. Három széken mintegy 150 gondozott ellátása vált kérdésessé ezzel a megvonással, és nem csak a Caritástól, hanem szinte minden otthoni beteggondozó szolgáltatást nyújtó civil szervezettől megvonták a támogatásokat. A Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint Kovászna megyében 1000-re tehető a medvék száma. Az egyre szűkülő élettér miatt a tavaly is jelentős károkat okoztak, egy felmérés szerint 170 000 lejre tehető az általuk okozott kár mértéke. Az Ager Press hírügynökség szerint Kovászna megyében nagyon magas a medve populáció. A Kárpátok királyának is becézett vadból mintegy 1000 van, csak 3 széken. Hogy ez a szám milyen óriási, kell tudni, hogy internetes források szerint Ausztriában pár tucatra tehető az egyedek száma. Románia után Európában a legjelentősebb a szlovén és a horvát területen élő úgynevezett dinári populáció, amely egészen Görögországig húzódik, összesen mindegy 3000 egyedet tesz ki, viszont ez a mennyiség több ország területén oszlik meg. A Kovászna megyei Környezetvédelmi Ügynökség szerint 2016-ban 3 széken 105 anyagi kárral járó medvetámadás történt, így háziállatok elpusztításával vagy gazdaságok megrongálásával. A medvék által okozott kár összértéke 170 000 lejt tesz ki. A medvék okozta is évente összesített károk számban állandósultak, hiszen 2012-ben 124, 2014-ben 178, 15-ben 50 és 2016-ban 105 esetben okoztak kárt a nagyvadak a megyében. A medvék persze nem csak a háziállat állományban okoznak kárt, 2016-ban például 23 hektárnyi kukoricást, de zabi és repcetáblákat is tönkretettek, és gyümölcsösökben is károkat okoztak. 30 körüli a tavaly medve által elpusztított szarvasmarhák, 100 a juhok száma, de lovat, disznót, kecskét is öltek, és méhészetek is kárt szenvedtek a nagyvad támadásai során.
A medvék után a legtöbb bosszúságot a vaddisznók okozzák a megyében. A mezőgazdaságban körülbelül 65 ezer lejes kár írható a rovásukra. Az államtól csak az kaphat kárpótlást, akit a medvék vagy a farkasok miatt ért kár, mert a vaddisznó nem törvény által védett faj. Tegnap délelőtt a Szent Miklós templomban megtartottam első misiét Bereck új plébánosa. Csomós Lászlót azután nevezte ki Erdély érseken, hogy az előző bereczki tisztelendő tragikus hirtelenséggel elhunyt. Zsúfolásig megtelt a bereczki római katolikus nagy templom, ahol a községközpont frissen kinevezett fiatal plébánosa megtartotta első szentmiséjét. Csomós László Martonosban szolgáló paptestvére kíséretében vonult be a templomba, ugyanis Kovács Zsolt tisztelendő volt az, aki Máté Robert 2016-ban megkövetkezett hirtelen halála után beszolgált Berecbe. A plébánosokat a bereckiek nevében az egyháztanács főgondnoka köszöntötte, üdvözölve az új plébánost, és reményét fejezte ki, hogy folytatni tudják az elődje által megkezdett munkát. Folytassa azt a munkát, amit nem elég állunk, Máté Robert plébánosokkal megkezdtük. Rövid éleszentő eredményes volt, én remélem, hogy ettől arra felé is ugyanazt a munkát fogunk folytatni, meg tudjuk csinálni, sőt, ha lehet gyarogatni. Az én tisztelő kicsit nehézebb a körülményekben, mert általában mindig én vagyok az, aki köszöntem a plebánostulatot, és sokszor rossz körülmények között búcsúztatom is. A főgondnok egy emlékplakettel köszönte meg Kovács Zsoltnak a szolgálatát, majd kezdetét vette a szentmise. A frissen kinevezett plébános prédikációjában elmondta, hogy közösség csak úgy épülhet, ha abban mindenki részt vesz, ő egyedül nem tud csodát tenni. Hogyan lehet a mi életünkben egy házat építeni, a mi lelkünkben egy házat? Egy közös házat, ahol mindenki hazatér. Ahonnan a kilátás a mennyországra nyílik, és nem egy földi hegyre, egy fára, egy zöld rétre, vagy tengerpartra, hanem Isten országára enged betekintés nyer. Hát ebbe a házépítésben hívlak meg ma benneteket, hogy kezdjük egy ilyen házat építeni. Egy ilyen házat, ahol mindenki van, kicsitől nagyig, mert a házhoz kell kicsi kő is, nagy kő is, régi fa is, új fa is, mindenből egy kicsi, hogy ezzel együtt alakítsunk ki egy olyan házat, ahol bárki szívesen betér. A szentmise végén az új plébános a véletlen egybeesések különösségéről is szót ejtett, ugyanis Gyergyó Szent Miklóson és Székelyudvarhelyen is a Szent Miklós plébániákon teljesített szolgálatot, és a bereczki templom névadó védőszentje is Miklós püspök. Csomós László 1985. június 23-án született Sepsibükszádon, és 2010. június 29-én szentelték pappá Gyulafehérváron. Vasárnap este Cseh Tamás emlékestre gyűlt össze a közönség a Vígadó stúdió színpadán. A Rajtam maradt téli kabát című előadás Gajzágó Zsuzsa főszereplésével, valamint a Rándúj Zsófia, Katona Dávid és Simó Lakatos Barna által formált zenekar kíséretével idézte meg az egyik legfontosabb 20. századi szellemi páros Cseh Tamás és Bereményi Géza vers és dallam világát. A Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művésze gyerekkorában édesanyjának köszönhetően kedvelte meg a Cseh Tamás dalokat. Gyerekként énekeltem, kamaszként már tudatosan kezdte hallgatni a szerzeményeket. Később is szívesen vette elő, értelmezte újra azokat, ezzel is mintegy életben tartva a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, énekes, színész szellemét. A dallamok nem hagyták nyugodni, így született meg az immár második emlékes. Az előadás során 20-nál is több szerzemény hangzott el, köztük a híres Antoine és Desiré dalok is. Mutogatta, hogy keze, feje véres, több tanú is mondja, hogy egy téves. Adatot az igazolványába, cinikusan, ceruzával belevezetett. Az előadás különleges, első felében színházi produkcióként is fogyasztható, időnként játékos, máskor megindító hangulata pillanatok alatt átragadta a nézőre.
A közreműködő zenészeket is elismerés illeti szerény és fegyelmezett játékukért. A művész ilyen játszott és előadott dallamoknak köszönhetően a színpadon megjelent egy régen elfelejtett, titkokkal, vidámsággal telített világ. A kanadai II. Rákóczi Ferenc Alapítvány idén 24. alkalommal hirdeti meg magyarság ismereti mozgótáborát. A programra Magyarország határain túl élő 15-19 éves magyar diákok jelentkezhetnek. Az idei kiírásnak több tematikája is van. Közel negyed évszázada, egészen pontosan 24. alkalommal írta ki magyarság ismereti mozgótábor pályázatát a kanadai II. Rákóczi Alapítvány, amelynek célja a határon túli magyar fiatalok magyarországi táboroztatása. A tábor során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Emellett a résztvevőknek barátságok megkötésére és más kulturális értékek megismerésére is lehetőségük nyílik. Főként a középiskolás réteg, 15-19 évesek, a négy legnagyobb elszakított régió magyar fiataljait, Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Délvidékről érkeznek gyerekek, diákok. Ez egy magyarság ismereti mozgótábor, Magyarország területén zajlik, 12 napos tábor, ilyen mozgószínpadszerűen működik, 2 autóbusszal 2 csapatként járják körbe Magyarországot a fiatalok. 3 fő helyszín van, Miskolc városa, Pécs meg Budapest. A vezetői gárda is régi táboros, akik önkéntesen végzik a tábornak a szervezését. A mozgótáborra olyan 15 és 19 éves magyar diákok pályázhatnak, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek. Tavaly 5 gyergyószentmiklósi diák vett részt a mozgótáborban. A táborozáson való részvételt pályázás előzi meg. A pályázást dolgozatíráshoz kötik, az idei kiírásnak is több témája van. Idén például ilyen tematikák vannak, hogy Szent László emlékévről kell írni, vagy a Kodály emlékévről, a Kodály módszerről, vagy a szülőtelepülésed, egy híres szülőtjének, egy neves szülőtjének az életét kell bemutatni. Második világháborút megélt idősekkel kell interjút készíteni, stb. A helyi referens is részt vett korábban már a mozgótáborban. Huszár Ágnes az ott szerzett élményeiről is mesélt. 2008-ban voltam táboros, abban az évben én voltam a legfiatalabb a táborban. Én addig őszintén nem voltam egyáltalán kapcsolatban más határon túli régió fiataljaival. Nekem ez egy hatalmas új dolog volt, egy új felismerés, hogy vannak még fiatalok, akik ha nem is ugyanolyan problémákkal küzdködnek a kisebbségi lét miatt, mint mi, de hasonlókkal. És tényleg mindenféle túlzás nélkül azt mondhatom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, a magyarság tudatomat, az identitásomat nagyon nagy mértékben meghatározta, és azóta is rengetegszer találkozok a különböző régiókbeli barátaimmal. Sok legjobb barátaimnak is nevezhetek sok embert, akit ott ismertem meg. A pályázó diákok a dolgozatok elkészítésében bárkitől kérhetnek segítséget, esetleg útbaigazítást. A pályázat benyújtásának határideje március 14-e. A pályázatokat postai úton, illetve elektronikus formában is el lehet küldeni. Az idei mozgótábor június 29-e és július 10-e között lesz Pécs, Miskolc, illetve Budapest helyszínekkel. Erdélyből egy 50 személyes autóbusz indul, tehát és Gyergyó kiemelt régió Erdély szinten az alapítvány számára, hisz itt egy étkeztetési programja is van az alapítványnak, ezért Gyergyó mindig több helyet kap igazából ahhoz képest, hogy milyen pici régió mondjuk a Szorvány területhez képest, vagy Maros megyéhez, Kolozs megyéhez képest. Igazából attól függ, hogy hány pályázat érkezik be, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy 12 hely van Gyergyónak mondjuk, vagy 15 hely van, amennyi pályázat beérkezik. Úgyhogy minél több pályázat érkezik, annál több hely lesz. És az, aki pályázik egyszer, de nem sikerül bejutnia, az, ha még egyszer pályázik jövőre vagy harmadszorra, annak egyre csak nagyobb esélye lesz, főleg, hogy látják a referensek, hogy tényleg egy elhivatott fiatal, aki tényleg részt szeretne venni ebben a táborban. A pályázati dolgozathoz önéletrajzot elérhetőségekkel együtt tanári, lelkészi vagy közéleti személyiségtől kapott ajánlást is kell mellékelni. A program kiírásáról és a pályamunkák témaköréről bővebben
A képernyőn látható internetes oldalon értesülhetnek az érdeklődők. A Rákóczi családi kör egyébként, amely a táborban már részt vett fiatalokból áll, már több mint 3000 főt számlál. Kedves nézőink, ezek voltak a híreink, hamarosan időjárás jelentést láthatnak utána az aktuálist. További jó tévézést kívánok, a viszontlátásra!